Már nem először adott otthont agrárszakemberek tanácskozásának Gáva Vencsellő általános iskolájának aulája. A település mezőgazdasági szempontból központi szerepet tölt be a járásban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a hagyományok szerint összehívja a gazdákat a tavaszi munkálatok kezdete előtt. Most azonban sok más téma is indokolta a fórum megrendezését. Úgy gondoltuk, hogy célszerű lenne úgy az állami vezetés részéről, az MVH vezetés részéről, a megyei vezetőket egy kicsit egybegyűjteni, és az aktuális problémákról beszélni, illetve a megjelenő újdonságokról egy kicsit tájékoztatni a környékbeli gazdákat. Hát itt a járás mondhatni összes gazdájára, vagy Rakamasztól, de akár Tiszadadától, Ibrányig gondoltuk itt összehívni a gazdákat, és úgy látom, nagyon szép számban gyülekeznek. És hát Gáva Vencsellő egy központi helye ezeknek a gazdafórumoknak, mert területarányosan, vagy hogy is mondjam, egy régi sváb településről van szó, és rengeteg földünk van, tehát Sárospataktól Görögszálásig terjednek a határban a termőföldjeink. Vinai Győző a térség országgyűlési képviselője úgy látja, nagy az összefogás az agrárium területén, a kormányzatnak pedig különösen most kötelessége segíteni a gazdákat. Most elég komor felhők vannak az agrárium egén, és ezeket a dolgokat meg kell beszélni a gazdákkal. Akár a termelésről beszélünk, akár a piacról, akár az ukrán termékek, mezőgazdasági termékek megjelenéséről, hiszen tudjuk, hogy milyen problémát okoz az ukrán gabona megjelenése Magyarországon, ami gyakorlatilag nem kellene, hogy így legyen, és ezért szakmai előadások is lesznek, ki kell állni a gazdákért, el kell mondani azt, hogy milyen szakhatósági feladatok vannak. A magyar kormány az Európai Uniós pénzeknél 80%-ig lehet magyar forrásból kiegészíteni az agrártámogatásokat, ezt maximálisan megtette, azért is küzdeni kell, hogy ezek a pénzek időben érkezzenek. Az ukrán gabona vámmentes behozatala ellen február elején tüntettek a gazdák Záhonyban. Európában már a 18 ország mondta ki egységesen, hogy korlátozni kell az ukrán mezőgazdasági termékek szállítását. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke Gáva Vencsellő hozzátette, a magyar gazdák helyzetét más jellegű problémák is nehezítik, emiatt folyamatosan nyomást kell gyakorolni a brüsszeli döntéshozókra. Nekünk is vannak olyan problémáink, amik hasonlók a európai tüntetőkkel kapcsolatosan, és szeretnénk azokat felszínre hozni és megoldani. Szerencsére nekünk azért olyan dolgokért, mint a gázola jövedéki kiadó, vagy a kormány által juttatott támogatások is az Unióba engedélyezett plafonon vannak, szóval nekünk azért más jellegű elvárásaink vannak, de én azt gondolom, hogy mint minden évben, ebben az évben is van olyan probléma, amik megoldásra várnak. A Gáva Vencsellői tanácskozáson központi téma volt, hogy nemrégiben feloldották az ukrán méz behozatalának tilalmát. Ez a tapasztalatok szerint különösen a vármegye termelőit kifejezetten érzékenyen érinti. A keletről hozott termék ugyanis lenyomja a hazai árát. Feldman Zsolt államtitkár azt mondta, a kormány a döntést a kínai méz piacra gyakorolt hatása miatt hozta meg. Két éve indult meg egy sokkal erősebb áramlása a kínai méznek, amely lenyomta az egész európai uniós piacon a mézárakat. Ez a lenyomott mézár, akkor, amikor a magyar méhészek által állított méznek kétharmada, 80%-a a nyugat-európai piacokon kerül értékesítésre, akkor bizony óvatatlanul felmerült az a kérdés, hogy hogyan tudják a magyar mézexportőrök ebben a versenyhelyzetben fenntartani a pozíciójukat. Úgyhogy ilyen értelemben mostani állás szerint abban bízunk, hogy lényegében a magyar méz exportja ezzel a, ha úgy tetszik, a korábbi struktúrában magyar és más forrásból származó méz együttesével újra meg tudta kapaszkodni az európai piacon. Gáva Vencsellőn a vidékfejlesztési pályázat gazdaságfejlesztési és beruházás ösztönzési támogatásainak megváltozott feltételrendszeréről is tájékoztatták a jelenlévőket. A tanácskozásról részletesebb összeállítást tekinthető meg jövő heti 35 perc című műsorunkban.